Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Leégett egy ház tetőtere, órákig oltottak a tűzoltók. Csaknem 450 millió forint pályázati forrást nyert Attala, bölcsödét és utat építenek a támogatásból. Rossz vagy jó a csapvíz Bátaszéken, egyesek szerint büdös, mások ásványvíz minőségűnek mondják. Szekszárdi borverseny, 46 termelőtől 238 mintát bíráltak. Hatalmas lángok pusztítottak a Tolnai megyeszékhelyen. Kedreggel riasztották a tűzoltókat, mert a Munkácsi utcában egy családi ház tetőtere gyulladt ki. A szekszárdi, paksi és a bonyhádi hivatásos lánglovagok órákig oltották a tüzet. Tolna megyében idén már 77 esetben riasztották a tűzoltókat, legutóbb márciusban történt két halálos kimenetelű tűzeset. Az utcafrontról is jól látszik, hogy teljesen kiégett az épület tetőszerkezete. Kedreggel egy emeletes családi ház tetőterében keletkezett tűz miatt riasztották a tűzoltókat Szekszárdon a Munkácsi utcában. Egy 5 négyzetméteres szoba teljesen kiégett, a lángok a tetőszerkezetet sem kímélték. A szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók próbálták megfékezni a lángokat. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, hogy az idei évben jelentősen megszaporodtak a lakástüzek, idén már 77 esetben vonultak ki a lánglovagok oltani. Itt, ami nagyon klasszikus, és most több esetben is vonulnia kellett a tűzoltóknak, csak az elmúlt hetet, hogyha nézem, berendezési tárgyak is égtek, itt akár Pakson egy televízió gyulladt ki itt az elmúlt hétben, valamint egy tűzhelyen felejtett ételolaj az, ami egy pár elszívót gyújtott ki, de ugyanakkor Szekszárdon is volt egy ilyen tűzesetünk, amikor az tűzhelyen felejtett étel az, ami füsttel terítette a lakást. Nagyon fontos tudni, hogy a lakástüzek minden esetben megelőzhetőek lennének kellő körültekintéssel, mégis évről évre egyre nő a tragédiák száma. Márciusban is történt két halálos kimenetelű lakástűz, az egyik a Szekszárdon a Remete utcában, ott egy idős úriember lett a tűz áldozata, a felső ruházata gyulladt meg, valamint ugyancsak pár nappal később, szintén márciusban Őcsimpalat Tince településen egy hölgy is, egy idős hölgy is az áldozatául esett ennek a tűznek, itt szintén a felső ruházat gyulladt meg. A tűzhelyen felejtett étel és a lakásban való dohányzás klasszikus probléma. Az esetek többségében ezek okozzák a lakástüzeket. Az idei évben hozzávetőlegesen 1250 négyzetméter vált a lángok martalékává, ami nagyságrendileg 22 panel lakás területének felel meg. 1399 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétfőn idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.895.677 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 32, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 46.133 főre emelkedett. Tolna megyében 28 újabb fertőzöttet regisztráltak a hét első munkanapján, ezzel a járvány kezdete óta 40.015-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Közel 450 millió forint támogatást nyert Attala önkormányzata, így a településen két beruházás is kezdetét veszi idén. A tervek szerint bölcsödét építenek, és útfejlesztésre is sor kerül majd. Bölcsöde épül Attalán. Az önkormányzat 186 millió forint pályázati forrás nyert az intézményre, amelyet a helyi óvoda szomszédságában szeretnének felállítani, mondta el Orosváriné Boc Tünde, a település polgármestere. A kivitelezési munkák nagy reményeink szerint talán még ebben az évben el fognak indulni. Ugye egy közbeszerzési eljárást kell előtte lefolytatnunk, és aztán utána indulhat az építkezés, amit már nagyon-nagyon várunk. Nagyon reméljük, hogy egy másfél-két éven belül ez a projekt ez megvalósul és elkészül az attalai bölcsőde. A 186 millió forint támogatás a beruházás 95%-ára elég, a maradék forrást az önkormányzat fogja biztosítani. Azonban nem csak a bölcsőde építése valósul meg idén, a település ugyanis 257 millió forintot nyert útfejlesztésre. Így a Szent Iván és a Gölle közötti földes út újulhat meg. Nagyon bízunk benne, hogy az idei év folyamán ez el fog tudni készülni, hiszen nagyon fontos lenne akár a mezőgazdasági gépek szempontjából, hiszen mezőgazdasági út volt eddig, aztán a személyautóknak is azt gondolom, hogy sokkal kényelmesebb lenne. 5,5 méter szélességben épülne meg az aszfaltos út, gyakorlatilag mindkét oldalán másfél-másfél méteres patkaszélességgel.
A kivitelezői szerződések megkötése után a tervek szerint még idén elkezdődhetnek az építési munkálatok attalán. Több mint harmadával keres ma többet egy átlagos magyar munkavállaló, mint 2021-ben. Legalábbis ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss elemzéséből. Ez szerint februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 546 ezer forint volt, 31,7%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál. A vállalkozásoknál 12,2%-os volt a keresetek átlagos emelkedése, az előző havi 12,5%-os éves emelkedéshez hasonlóan, és 477.500 forint volt, míg az átlagos nettó kereset 368.700 forintot ért el. Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány 6 havi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása, az úgynevezett fegyverpénz, illetve a már részben előre ütemezett béremelések, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelés járult hozzá. Még idén béremelést kaphatnak az áruházi dolgozók. A munkavállalók kérésére ugyanis egyeztetést kezdeményez az Ágazati Párbeszéd Bizottságnál az idei kiskereskedelmi bérek újra tárgyalásáról az egyenlő.hu. Erre szerintük azért van szükség, mert az évelei átlagosan 10% alatti fizetésemelések már nem követik az időközben elszabadult inflációt, és a háború miatt emelkedő megélhetési költségek is aránytalanul megterhelik a nyereséges láncok alkalmazottait. A szervezet elnöke azt nyilatkozta, hogy ezen a területen nagyon jelentős a munkaerőhiány, hiába a vállalatok különféle juttatásokkal megtoldott látványos ajánlatai. A láncok viszont továbbra is nyereségesek. Rossz vagy jó-e a víz Bátaszéken? Vannak, akik szerint büdös és ihatatlan a település csapvize. Az általunk megkérdezett emberek többsége azonban nem észlelte ezt. Stábunk utána járt annak, hogy lehet az, hogy a város egyes részein valós ez a probléma, máshol pedig nem tapasztalták. Péter Géza az Erőv vízi közmű ZRT déli régiójának vezetője, épp a csapvizet kóstoltatja stábunkkal Bátaszéken, bizonyítva ezzel néhány lakos bejelentése ellenére, hogy az ivóvíznek nincs rossz szaga és nem klóros. A település utcáján is megoszlottak a vélemények erről az állítólagos jelenségről. Én nem tapasztalom nálunk. Rácz Zoltánné is tapasztalta a víz minőségének feltételezett romlását. Körülbelül egy olyan 2-3 hónapja vettük észre, hogy ihatatlan a víz, meg mellette buborékos, fehér az állapota, tehát nem tudjuk. Szerintünk valami olyan anyagot kevernek bele a vízbe, ami nem odavaló. Sebestyén József már évekkel ezelőtt egy szűrőrendszert szereltetett fel a lakásába. Annyira ipó szaga volt, klóros szaga, hogy ihatatlannak tűnt többször, hogy nem szívesen ittam vizet, holott én nekem fél literes korsó van a csap mellett, és én csapvizet iszom. A csapvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek minősül. Bátaszéken évtizedekig a vasas mangános víz volt a baj, de a 2014-es ivóvíz minőségjavító beruházásnak köszönhetően ezek a problémák megszűntek. Folyamatosan labormérések, mind mikrobiológia, mind kémiai dolgba ellenőrizzük, sőt, itt helyszínen is ilyen tesztekkel, fotométerrel azért szoktunk ilyen ellenőrző méréseket végezni, tehát azért odafigyel az ember arra, hogy még véletlenszerűen se tudjon mondjuk egy ilyen túlklórozás megtörténjen a településen. Péter Géza elmondta, ugyan kap klórkezelést a víz, de Bátaszéken ez annyira minimális, hogy lehetetlen észrevenni. A problémát más okozhatja. Vannak még régi belső hálózatok, amik még ugye a 70-es években, illetve 80-as években készültek, még az régi horganzott csövek, amiben lehetnek még olyan lerakódások, amik most oldódnak föl, és ezek okozhatnak ilyen íz- és szagromlást. A szakember azt mondja, a szag, illetve ízromlás valószínűleg a régi belső hálózatoknak a problémája, amire egyelőre nem tudnak megoldást találni. Kétszer annyi magyar repülne nyáron a tengerpartra, mint tavaly. A repülőutak 10%-kal drágultak meg egyetlen év alatt, a buszos utak árazása még kérdőjeles. Molnár Judita, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke azt mondja, idén is a horvát, a görög és a török tengerpartokra készül a legtöbb magyar nyaralni. A három dobogóst Egyiptom, Olaszország, Spanyolország és Tunézia követi.
A korábban sok ukrán és orosz vendéget fogadó területeken, mindenekelőtt Törökországban, Cipruson és Egyiptomban nagy kihívás, hogy tudják-e pótolni különböző akciókkal a kieső vendégeket. Az elmúlt hónapok történései megerősítik, hogy az agrárium a magyar gazdaság és a társadalmi stabilitás meghatározó támasza, mondta Nagy István agrárminiszter. Mint kifejtette, a befektetés a magyar agráriumban minden eddiginél magasabb megtérülést ígér, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy az élelmiszerellátás, illetve az élelmezési önrendelkezés biztonságpolitikai dimenziót hordoz. A kormányzat elkötelezettsége erős a vidék gazdasági gerincét jelentő mezőgazdaság fejlesztése iránt, hangsúlyozta. Emlékeztetett arra, hogy példátlan összeget, összesen 4265 milliárd forintot használ fel az ország vidékfejlesztésre a 80%-os nemzeti kiegészítő forrással együtt a megújuló vidék, megújuló agrárium programon keresztül. Azt tervezik, hogy a források több mint felét technológiai modernizációra fordítsák 2027-ig. Két esztendő után találkoztak újra a borászok a hagyományos szekszárdi borversenyen. Az idei megmérettetésre 46 termelő 238 mintája érkezett be, és az elmúlt esztendőkhöz képest jelentősen megnőtt a rozé és a fehér borok aránya. Az aranyérmes borok kóstolóján Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, a bor továbbra is stratégiai ágazata marad a térségnek, hiszen közel 1000 család számára nyújt megélhetést. Sokan voltak kíváncsiak arra, milyenek az idei esztendő borversenyének győztes borai a legjobb nedük mustáján az aranyos kóstoló elnevezésű rendezvényen. Számarányát tekintve pont annyi minta érkezett az idei versenyre, mint két esztendővel ezelőtt, amikor legutóbb összemérhették boraikat a szekszárdi gazdák. A változás abban van, hogy érezhetően megjelentek a kínálatban a jó minőségű fehér és rozéborok. Mindezt fogalmazta meg Vesztergombi Csaba, a verseny főszervezője, nem jelenti, hogy a szekszárdi borvidék ne tartaná meg alapvetően vörösboros jellegét. A legtöbb minta a 2017 és 19-es évi adatból érkezett, amely kiemelkedően sikeres volt a borvidéken, ami meglátszott az eredményeken is. 73 aranyérem született, ami több is, mint az engedélyezett 30%, tehát több érmet sikerült kiadnunk, mint amennyit hivatalosan lehetne a borversenyen. A bod és a bodászat továbbra is stratégiai ágazat marad a térségben, mondta Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője, hiszen nem csak a termelés, hanem az ehhez kapcsolódó turizmus is közel 1000 családnak ad munkát, és termel bevételt a térség számára. Mindenféleképpen a borászat stratégiai ágazat eddig is az volt, hogyha megnézzük az elmúlt 15 évnek a turisztikai beruházásait, akkor a fürdőturizmus mellett a borászati turizmus, ami a legtöbb forrást kapta, és ezzel Szekszárd nagyon jól élt. És itt nem csak Szekszárdot értem ez alatt, hanem azt a közel 20 települést, aki a szekszárdi borvidéknek a része, és a borászatokba gyakorlatilag több 10 milliárd forint forrás érkezett. Ehhez a borászatok hozzátették az önerejüket, és ezáltal komoly értékeket hoztak létre, ami egy olyan komoly foglalkoztató is. Az idei borverseny fődíjas borát a Prantner Pince termelte, akik további 8 aranyérmes borral a legeredményesebb pincészet díjával is gazdagodtak. Rengeteg aranyérmet osztottak ki, tehát jobbnál jobb borokat lehet találni. Ezek között igen, az elég nagy elismerés, hogy borokat és aranyérmeket kaptak. A zsűri további 5 pincészet borának ítélte oda a kiemelkedő minőséget jelentő nagy aranyérmet. A világ minden pontján a dobdel kultúra a jellemző, ami nem fenntartható, mondta Áder János köztársasági elnök a fenntarthatósági témahetet megnyitó tanórán. Megfogalmazása szerint a dobdel kultúra magában foglalja azt, hogy a nyersanyagokból terméket gyártanak, amit aztán rövid ideig használnak, majd eldobják, és mivel a rendszerben nincs helye az újrahasznosításnak, a hulladék mennyisége egyre csak nő. A vízválságtól a fenntartható fejlődésig című előadásában Áder János hangsúlyozta, ha továbbra is felesleges termékeket vásárolunk, akkor a lakosság ellátásához szükséges víznek is előbb-utóbb hiány leszünk. 36 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án éjjel 1 óra 23 perckor következett be a csernobili atomkatasztrófa, az emberiség történetének egyik legsúlyosabb nukleáris balesete, mely során az ukrajnai SSK területén található erőmű egyik reaktora felrobbant.
A balesetet követő napokban Magyarország legszennyezettebb vidékein, a Tehenek pajzsmirigyében jelentős radioaktivitást mértek. Nehéz megítélni pontosan hány ember halálát okozta a katasztrófa, mert sokan csak később haltak meg a szövődményekben, például rákban. És vannak, akik még ma is élnek, de nem lehet eldönteni betegségüket a katasztrófa okozta-e. Népszerű volt a Fuss, úsz, kerékpározza gyermekedért elnevezésű tömegsport rendezvény második állomása a futás április 23-án Pakson. Az Ürgemezei futópályán 600 méter, 1,2, illetve 2,4 km között választhattak a résztvevők, akik sétálva is teljesíthették a távokat. Az az intézmény nyer a kihívás sorozat végén, amelyik a legtöbb embert meg tudja mozgatni. A következő egyben utolsó állomás május 7-én a kerékpározás lesz. Hosszú sorban várták a paksi intézmények pedagógusai, diákjai és szüleik szombaton, hogy a regisztrációt követően elindulhassanak a Fuss, úsz, kerékpároz a gyermekedért tömegsport rendezvény második állomásán, a futáson. A több éves hagyományra visszatekintő programot a Paksi Sport Egyesület szervezi. Három távot határoztunk meg, gondolva a korosztályokra. A legkisebbek, az óvodások fognak az óvónénikkel együtt futni itt a futópályán körbe, tehát ez egy ilyen 600 méter körüli táv lesz. A kisebbek, akik még nem tudják a hosszabb távot teljesíteni, nekik 1,2 kilométert határoztunk meg, és a felnőtt meg a profi futókat, az pedig nem egy hosszú táv, 2,4 kilométerről van szó. A rendezvény célja az együttmozgás, a távokat akár sétálva is teljesíthették a résztvevők. Lendvai Peti a Balogantal katolikus iskola csapatát erősítette szüleivel. Jó vagyok futásban, és akkor meg így csak úgy szeretek futni. Voltál már ilyen versenyen? Még nem nagyon. A Fuss, úsz, kerékpároz program szervezői az óvodák és az iskolák részeredményeit külön mérik, ezeket összeadják, és a százalékos arány szerint döntik majd el a helyezéseket. Az az intézmény nyer a kihívás sorozat végén, amelyik a legtöbb embert tudja megmozgatni. A következő, egyben utolsó állomás május 7-én a kerékpározás lesz. Regionális híreink következnek. Báloztak az újszülöttekért, inkubátorra gyűjtött a pécsi első Lions Club. A régiót is népszerűsítik, harmadszor rendeztek vendéglátósok gasztronómiai programot Somogy megyében. Ivott és vezetett megállás nélkül, felfüggesztett börtönt kértek a pécsi férfire. Jótékonysági bált szerveztek a pécsi első Lions Club tagjai, azért jöttek össze, hogy a Baranyai Megyeszékhely Szülészeti Klinikájának segítsenek. Az intézményben gondot okoz a beteg csecsemők szállítása az osztályok között, ehhez egy különleges inkubátorra van szükség. Ennek vételárához járultak hozzá a Lions Club tagjai. Jótékonysági bált tartott a pécsi első Lions Club nemrég, azért, hogy segítsék a szülészet és nőgyógyászati klinika eszközbeszerzését. Speciális inkubátort szeretnének vásárolni, amivel az újszülött babáknak a biztonságos szállítását meg tudják oldani a klinikán belül. Összedugtuk a fejünket Lionsként, és az összes klubtársam maximálisan támogatta. A veszélyhelyzet elmúltával meg tudtuk oldani, egyeztettünk az étteremmel, szeretettel fogadtak minket. Hangsúlyoznom kell, hogy mindenki, aki ezen a fellépésen részt vesz és a rendezvényen részt vesz, ingyen és bérmentve jött el. Az adományokból, az est bevételéből tudják támogatni az inkubátor vásárlását. Az eszköz mintegy 12-13 millió forintba kerül. Ez a pécsi első Lions Club mintegy 600 ezer forinttal tudott hozzájárulni. Ezreket vonzottak kishegyi kortyok és falatok. Harmadik alkalommal szervezték meg a gasztronómiai rendezvényt borászok és vendéglátósok összefogásával. A vállalkozások azt szeretnék, ha mindenki megismerné a helyi ízeket. Egymás után készültek az ételek az érdeklődőknek a harmadik kortyok és falatok rendezvényen. A vendégek számos étterem kínálatából válogathattak, a 8 állomás mindegyikén finomságokkal készültek. Ezek a kezdeményezések elképesztően segítik a balatoni gasztronómiának a fejlődését, illetve az egész környékünknek az egész évben
népszerűsítését, úgyhogy mi nagyon örülünk neki, nekünk ez nyilvánvalóan egy nagyon jó reklám lehetőség is, hogy itt azért 10 000-ek fordulnak meg, úgyhogy megismerik a mi konyhánkat, hogy kik vagyunk mi, tudunk beszélgetni az emberekkel. Nagyon sokan eljönnek utána később nyár folyamán az éttermekben, nyilván nem csak hozzánk, hanem a többiekhez is. Úgyhogy elképesztő jó kezdeményezés, és örülünk neki, hogy itt lehetünk. A Kishegyi Kortyok és Falatok rendezvény 2018-ban indult útjára. Az itteni pincészetek és vendégházak kezdeményezésére szervezték meg először a mára több 10 000 embert vonzó eseményt. Az motivált minket, hogy kicsit jobban megismerjék a Kishegyet a körülöttünk élő emberek, illetve a messzebb lakók. 18-ban volt az első Kortyok és Falatok. Az ide látogatók nem csak a balatoni panorámát csodálhatták és a finom ételek közül válogathattak, de a kiváló balatoni borokat is végig kóstolhatták. Dél-Balatonnak egyedi adottságai vannak, ugye fő két fehérboros borvidéknek vagyunk mi kikiáltva. Én azt gondolom, hogy ebben van is igazság, de nagyon szép vörösborokat is készítünk. Szerencsére a Balaton most már, hál' Istennek, újra felfedezik az emberek, egyre többen jönnek, egyre több nyaralót vásárolnak, felújítanak, és egyre több vendég fordul meg a Balatonnál, és mi megpróbálunk ehhez hozzá alkalmazkodni, és szebbnél szebb borokkal próbáljuk meg ide csalogatni a vendégeket. A Kishegyen legközelebb az őszi Murci Fesztiválra várnak hasonlóan több ezer embert. A pécsi járási ügyészség folytatólagosan elkövetett ittas járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy férfi ellen, akit miután előállítottak, a rendőrök ittas járművezetés miatt ismét beült az autóba, és ittasan vezetett. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kéri. Itt Pécsen a Mohácsi úton volt annak az autóvezetőnek a törzshelye, aki még a szondázás után is visszatért a kocsmába. Természetesen autóval, hiába bukott le ittasan a volán mögött. 2020. februárjában gépkocsival a kocsmába hajtott, ahol jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott. Ezt követően az autóba ült, azonban hazafele menet a Tüskésréti úton egy parkoló gépkocsinak ütközött. Az ütközést követően a férfi a sérült gépkocsi tulajdonosának kérése ellenére a helyszínről elhajtott. A rendőrök itt a lakásán fogták el, innen állították elő, és vérvételre szállították. A férfi ezt követően taxival hazament, azonban otthon ismételten gépjárműbe ült, és visszatért abba a kocsmába, ahol a délelőtti órákban italozott. Miután ismét jelentős alkoholt vett magához, a délutáni órákban gépkocsijával hazaindult, de nem jutott messzire. Azonban a forgalomban őt az a rendőrjáró észlelte, aki vele szemben a délelőtti órákban intézkedett, ezért a férfit megállította, és ismételten vérvételre előállították. Az elkövetőnek a cselekménye folytatólagosan elkövetett ittas járművezetés vétségének a megállapítására alkalmas. Az ügyészség a vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés, pénzbüntetés, valamint közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt. A 63 éves férfi már korábban is vezetett ittasan, ezért a jogosítványát átmenetileg bevonták. A vádlott egyébként hivatásos autóvezetőként dolgozott eddig. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Leégett egy ház tetőtere, órákig oltottak a tűzoltók. Csak nem 450 millió forint pályázati forrást nyert Attala, bölcsödét és utat építenek a támogatásból. Rossz vagy jó a csapvíz Bátaszéken, egyesek szerint büdös, mások ásványvíz minőségűnek mondják. Szekszárdi borverseny, 46 termelőtől 238 mintát bíráltak. Szerdán döntően erősen felhős borongós idő ígérkezik, és többfelé kell számítani esőre, záporokra. Néhol átmeneti napsütés is valószínű, mérsékelt, helyenként élénk északi a szél fúj majd. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!